És sokat tárgyalt nagyapámmal, és 24-ben, mikor a Bethlen István kezdeményezésére megalakították a Magyarországi Németek Kultúra Egyesületét. Tomcsányi László perccel leszármazott emlékeit, anekdotáit hallgathatták meg az érdeklődők a Bonyhádi Percek kúrián tartott terítéken közéleti beszélgetések programsorozat keretein belül. A helyszín nem volt idegen az előadótól, hiszen gyerekkorában sokat tartózkodott ebben az épületben. Nagyapja, a hűségmozgalom kiemelkedő alakja Percel Béla itt élt akkoriban. A hallgatóság között is felbukkant egy leszármazott, mégpedig Percel Piroska ükunokája, aki egy rövid interjú kapcsán elmondta, hogy bár a híres elődök vére csorog az ereiben, ez a mai életére már nincsen hatással. Az viszont, hogy minden évben az utódok március 15-én összegyűlnek Bonyhádon, és közösen eltöltenek egy napot, meghatározó szerepet játszik az életében. A városi önkormányzat által szervezett megemlékezésen is mindig részt veszünk, és utána Percel Mór sírjánál van még egy megemlékezés, koszorúzás, utána pedig már csak a család egy étteremben összegyűlik, és ott beszélgetünk. És ez minden évben így szokott zajlani, és szerencsére egy elég magas szám, vagy hát elég sokan jelennek meg a családból mindig. Tomcsányi Lászlót sok emlék fűzi a Percel kúriához, gyerekkorának színtere volt egészen 1951-ig. A gyerekkoromnak szép napjait és hónapjait töltöttem itt édesanyámmal együtt, ki Percel Bélának volt a középső gyermeke, leánya, Percel Klárának hívták. Sajnos egyik testvér sincs már az életben, legutóbb a Ágnes nagynéném hunyt el tavaly, Bertalan nagybátyám már régebben, édesanyám pedig még régebben. És tudom, olvasmányaimból, meg így családi hagyományaimból a Percel Béla nagyapámnak, aki itt ebben a házban volt, a különféle politikai küzdelmeit abban a nagyon nehéz korszakban, utolsó korszakban, és amikor a Helfenben Péter barátom megkért, hogy mondjam el ezeket, akkor én erre vállalkoztam könnyelműen. 1942. januárjában Bonyhádról indult útjára a hűségmozgalom, aminek Percel Béla előbb járási intézője, majd a későbbiekben országos vezetője lett. A hűségmozgalom egy olyan mozgalom volt, amit sok oldalról igyekeztek elhallgatni és más fénybe beállítani. Tehát tulajdonképpen a kommunista kormányzatnak sem volt érdeme, hogy felelvenítse egy olyan mozgalmat, amely itteni németektől indult ki, és a Hitler uralom ellen irányult. Tehát ez nem volt érdekük, ők voltak az ellenállók. Arra viszont emlékszem határozottan, hogy amikor aztán a 46 után a németeket kitelepítették válogatás nélkül, nem a volksbundistákat telepítették ki, hanem mindenkit, aki az útjukba esett, és főleg akik vagyonosabbak voltak, akkor én gyerekként a nagyanyámékkal itt az ablakból láttam, ahogy kitűzött magyar zászlókkal mentek ki a Hidasbonyhádi állomásra, és vitték a kis vagyonkájukból azt, amit megengedték, hogy elvigyenek. Ez volt az én személyes élményem, a többi az olvasmányokból származik. Nyarakat töltöttem itt, nagyszüleimnél és édesanyámmal, hát kisgyerekek voltunk, és aztán 45-ben, mikor hazajöttünk Németországból, aztán 2 évig itt éltünk, és utoljára, és aztán megint csak a nyarakat töltöttük itt, és 51-ben kellett, nagyanyám halála után kitették a családot a házból, és akkor utána már nem voltunk. Hát. A terem, ahol az előadás zajlott, volt az a nagyszalon annak idején, ahol Percel Béla politikai gyűléseit tartotta, majd halálakor a ravatalának a helyszíne is. Mára a kúria gyönyörűen felújítva több civil szervezet számára ad otthont, valamint egy Percel emlékszoba is megtalálható benne, mely eredeti Percel bútorokkal és használati tárgyakkal van berendezve.